Az izraeli védelmi erők körbevették Gáza várost. Közelharcot vívnak a Hamasszal, közölték a hadsereg képviselői tegnap este az összecsapásokban, már 90 izraeli katona vesztette életét. A Tel Avivi kormány hosszú és véres szárazföldi invázióra számít Gázában, ahol október 7-e óta több mint 9000 palesztin halt meg a légicsapásokban. Anthony Blinken ismét Izraelben látogatott, az amerikai külügyminiszter egy héten belül már másodszor találkozik Benjamin Netanyahuval. Zoltán. A Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője Kis Rajmund a vendége. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szó lesz majd a Gáza város környéki hadműveletekről, de kérem, hogy kezdjük először Izrael északi határánál, ahol hatalmas erőket vontak össze. Nem véletlenül a Hezbollah korábban is támadta már Izraelt, azóta, hogy a Hamas megtámadta, de ma nyilvánult meg először a Hezbollah főtitkára azóta, hogy a Hamas megtámadta, és sokan aggódtak amiatt nyugaton, hogy hadat üzen Izraelnek. Ez végül nem valósult meg, de ugyanakkor a fenyegetés továbbra is fennáll. Fenyegetés fennáll, és az eszkaláció is, ráadásul északról a Hezbollahnak van olyan katonai képessége is, ami jelentős, ugye több mint 100 000 rakétával rendelkeznek, viszont látni kell a nemzetközi helyzetet. Libanonon óriási nyomás van, főleg az Egyesült Államok részéről is, az sem véletlen, hogy az amerikai külügyminisztér újra a régióban, újra Izraelben tárgyal, folyamatosan próbálják meggyőzni Libanont, hogy győzze meg a Hezbollahot, hogy ne folyjon bele ebbe a háborúba, hiszen ahogy már ezt korábban is együtt is beszéltük, a nemzetközi közösségnek a legnagyobb felelőssége, hogy ne terjedjen ki földrajzilag, ne eszkalálódhasson ez a háború, több arab ország ne tudjon Izrael ellen háborúba menni. De pont a komplexitása miatt annyira bonyolult, hiszen a Hezbollah vajon a libanoni kormány javaslatait fogadja meg inkább, vagy az iráni kormányt, hiszen arról szólnak a jelentések, hogy Irán támogatja a Hezbollahot fegyverekkel, logisztikával és mindennel, amivel lehet. Ez így van. Irán a legnagyobb támogatója a Hezbollah terrorszervezetnek, viszont Libanon a vendéglátó, hiszen földrajzilag ott helyezkedik el. Mit térjünk akkor át Gáza városra? Mit lehet tudni most a legfrissebb hadműveletekről? Izrael körbezárta Gáza városát. Nyilván ahhoz, hogy be is menjen, lerohanja, hogy mindenkit megtaláljon, az alagútrendszereket, az utolsó centiméterig felszámolja, az városi harcot jelent. Pontosan. És a városi harcnál már beszéltünk mi is arról, hogy a Hamas eddigi taktikáját ismerve, ott a civil áldozatok magas számával kell számolni, hiszen emberi pajzsként tartják őket. Október 7-e óta azért várt az izraeli védelmi erő főparancsnoksága a szárazföldi hadműveletre ilyen sokáig, 3 hétig, ma van a 7. nap, hogy minden nap felszólította a civil lakosságot, hogy hagyja el, aki tudja, hagyja el a gázai övezetet. Szerkesztő, nagyon nehéz megkülönböztetni a terroristát és a civil lakost. Aki lő, arra vissza fognak lőni, sőt a terrorista is civil ruhában lesz, és az utolsó pillanatban fogja elővenni a fegyverét, amire majd Izrael reagálni fog. Ez most tényleg egy gerilla háború, amit Izrael vív a terroristák ellen. Minden utcáért, minden lépcsőházért majd meg kell szenvedni, ahogy az izraeli miniszterelnök is mondta, lehet, hogy egy elhúzódó véres háborúra kell felkészülni. Az biztos, hogy lesz több civil áldozat is. Ott van a túszok kérdése továbbra is. A Hamász politikai vezetője úgy fogalmazott, hogy kompromisszum készek, bár ez a kompromisszum nyilván Izrael számára, hogy mennyire elfogadható, azt ők tudják. Ők azt mondják, hogy engedjék el az összes Izrael által fogvatartott embert, egyesek szerint ez több ezer terroristát is jelent. 6000 terroristát jelent. Cserébe a túszokért. Ennek minél erősebb Izraelnek a támadása, minél intenzívebb. Az elmúlt 7 napból minden nap egyre intenzívebb volt a szárazföldi hadművelet, és egyre sikeresebb. Több mint 140 terrorista vezetőt, köztük nagyon magas beosztásban lévő katonai vezető tudott likvidálni Izrael. Egyre valószínűbb, hogy egyre inkább kompromisszumabb képes lesz a Hamas, viszont Izrael szerintem nem fog tárgyalni, még akkor sem, hogyha Anthony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere ezt szeretné és tűzszünetet, mert az lehetőséget ad a Hamasznak, hogy rendezzék a sorait. Azt gondolom, hogy Izraelnek az elsődleges célja most, hogy teljesen
megszűnjön ez a katonai terrorista képessége a Hamas terrorszervezetnek, és visszanyerje Izrael azt az elrettentő képét, ami korábban volt a Közel-Keleten, hogy nem érdemes megtámadni Izraelt, amit október 7-én elvesztett. Még egy kérdést engedjen meg a Hamas politikai szárnyának vezetőjével kapcsolatban, illetve az általa elmondottakkal kapcsolatban. Ő arról is beszélt, hogy október 7-én nem akartak civileket ölni, de komplikációk léptek föl, így beszélt. Ez azért érdekes kérdés, mert mi is beszéltünk már ebben a stúdióban arról, hogy ahogyan az orosz-ukrán háborúban a harc nem csak a harc téren folyik, hanem az online térben is, a kommunikációs térben. Ez a kijelentés, ez vajon minek tudható? Ez egyértelmű, de látható, hogy 1400 embert öltek meg, főként civileket. Egyértelmű, és hogy erre irányult, azt is látjuk, ez tény, ez nem dezinformáció. Sajnos ez nem egy klasszikus háborús művelet volt, amit megszokhattunk az orosz-ukrán háborúban, ahol szintén voltak civil áldozatok. Itt egyértelműen egy nemzetközi figyelemfelhívó, borzalmas terrortámadás volt, közvetlenül a civil lakosság, a civil polgárok ellen. Kérem, hogy beszéljünk arról is, amelyet a német védelmi miniszter nyilatkozott, jelesül, hogy fel kell készülni a háborús helyzetre Németországnak és Európában is. Ez egy elég erős kijelentés volt a részéről. Emögé, hogyha betekintünk, akkor itt mire hívja fel ő a figyelmet? A Németország hadifelszereléseinek állapotára, hiszen erről is lehetett olvasni sokat, hogy kimerülőben van, hogy a fejlesztések elmaradtak, vagy pedig egy olyan veszélyről beszél, amely mindenkit érint. Hát én örülök neki, hogy végre a katolikus jogász volt belügyminiszter, rájött arra, hogy egy véscsengőt meg kell kongatni Németországban, úgyhogy Guten Morgen, Herr Potorius, mi is üzenjük neki, mert 2015 óta a magyar kormány azt mondja, hogy az illegális migráció óriási terrorveszélyt is jelenthet, és nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatot. Németország az elmúlt évtizedekben nem fejlesztette a hadiparát, többek között ennek is köszönhetően egyébként Magyarországon német hadipari beruházások vannak, mert a saját országuk nem látta szívesen. És a politikai, ideológiai, gazdaságpolitika sem engedte a hadipar fejlesztését, de azt gondolom, hogy Németországban olyan gazdasági tartalékok vannak, hogy nem a hadipar fejlesztés a legnagyobb probléma, hanem az emberi gondolkozás, egy mentális felkészítés, hogy amit eddig mondtunk az elmúlt évtizedekben, az ellustult jó dolgunkban nem tudtunk mit csinálni ideológia helyett, fel kell készülnünk arra, hogy a Willkommen Kultur kudarcot vallott. Ez nagyon pofon lesz a német társadalom. Ez a legnagyobb kérdés, hogy vajon hogyan lehet azt a különböző társadalmaknak, a nyugati társadalmaknak majd most megmagyarázni, hogy miért fegyverkezünk, miután az elmúlt évtizedekben pont az ellenkezőjét mondták, akár a Willkommens kultúrral kapcsolatban, akár minden másra. Az európai polgároknak fel kell ébreszteni a vén Európát, a büszkenőt, ahogy Varga Miklós annó itt a Magyar Televízióban énekelte. Nincs minden elveszve, Európa nem veszett el, de az európai polgároknak össze kell fogni, és egy konzervatív váltásra van szükség a 2024-es Európa parlamenti választásokon. Kis Rajmundnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszélhettünk.